Jó estét, sziasztok! Ez itt a Sport 55 a Kultixen, a mikrofonoknál Vargovics Gergő és Tóth Balázs, valamint mai vendégünk Bíró Dávid, a Semleges Térfél szerkesztője, vezetője, mindenese. Igen, nehéz meghatározni. Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat! Sziasztok, én is köszöntök mindenkit! Tehát igazából igen, tehát Gergő elmondta, hogy mivel foglalkozik Dávid, én ezt még azért kibővíteném, hogy egyszerre vagy úgymond újságíró, vagy voltál, műsorvezető, riporter, vlogger, influencer és terapeuta. Igen. Jól mondom? Jól, abszolút, igen. Olvasod a Facebook oldalamat, jó, igen, tetszik. Igen, igen, igen. Tehát az első kérdésem nekem az lenne igazából, hogy mindig meg szoktuk kérdezni a vendégeinktől, hogy az adott sportágnak a szeretete az hogyan indult. Úgyhogy téged is megkérdeznélek, hogy hogy indult ez a futballrajongás nálad? Én nekem az első ilyen nagyon komoly futballélményem az nem is igazi valós futballpályával köthető össze, hanem a PlayStation-nel, és az első az a FIFA 98, nem tudom, hogy a hallgatóknak mennyire van meg, nektek mennyire van meg, ez ugye egy videójáték, és az első focis élményem igazából ez volt. Tehát ez az, ami beszippantott engem a labdarúgás irányába, és nyilván az először csak így nézi az ember ezt a focit, hogy úristen, hát akkor micsoda játékosok vannak, ugye akkor volt a 98-as VB, Zidane, meg Ronaldo, meg ezek a játékosok vannak meg, és emlékszem, amikor elkezdtem játszani FIFA-val, nyilván senkit nem ismertem, és akkor így válogattam a csapatok közül, és akkor hát valamiért megragadtam a Barcelona mellett, és ugye mindig azzal játszottunk, jó, én voltam a Barcelonával, a bátyám volt a Real Madriddal, és akkor így ment a csata, persze mind a kettőnek kialakult ez a szeretet, a bátyám Real Madrid szurkoló, én Barcelona szurkoló vagyok, ezt gondolhatjátok, hogy egyébként a spanyol bajnokság közvetítése közben ez milyen komoly feszültséget, illetve jó poénokat szül meg, voltak itt egymás oltogatásai, de igazából a kezdet az ez volt, aztán nyilván, ahogy az ember megismerte jobban a sportágat, a VB-ktől rájött az ember a bajnokságokra. Emlékszem, a Sport TV-n indultak el ezek a nemzetközi mérkőzések elsősorban, ugye mentek a BL meccsek, azok mindig nagyon nagy flash-ek voltak, de valamiért engem ezek a latinos futballok fogtak meg. Spanyol bajnokság és olasz bajnokság, ez a két kedvencem, hogyha kell választani. Persze az ember most már követi az összes topligát, talán a franciát annyira nem, de a magyar bajnokság szeretettem, mert ugye most a Semleges Térfélről is beszéltünk, az azért furcsa nálam, mert mindig is követtem a magyar bajnokságnak a mérkőzéseit, de soha nem volt egyetlen olyan csapat, akire azt mondtam volna, hogy na ez az én brigádom, az is, hogy úristen, micsoda szenvedélye tudott nekik szurkolni, hanem mindig volt egy-két edző vagy játékos, akire azt tudtam mondani, hogy na az ő játék úgy tetszik, hogy érdemes odafigyelni rá. Nyilván, hogyha eligazolt az adott csapattól, akkor én is mentem vele. Tehát mindig vannak aktuális kedvenc csapataim, de ezek nem olyanok, hogy rajongok érte, hanem vagy a játékuk olyan, amiért így tudok így egy kicsit így örülni, vagy van olyan játékos, aki a szememnek így olyan, hogy tényleg tudom nézni miatta a mérkőzést. Emlékszel arra, hogy melyik volt az első meccs, amit láttál amúgy? Mármint, hogy a magyar mérkőzést? Nem, bármi. Hát nem tudom, melyik volt az első meccs. Nekem rémlik a 98-as VB-ről a Brazília-Chile meccs, ami 4-1 lett a braziloknak, és itt emlékszem, hogy valami olyasmi volt, hogy a csileik rúgtak egy kapufát, és akkor a brazilok abból a támadásból egy gólt, de az nagyjából ez a meccs volt így először, ami tényleg így bennem van, és így nagyjából emlékszem a gólokra is. És élőben? Élőben egy Ferencváros Diósgyőr meccsen voltam először, az 4-3 lett a Fradinak, és hát ott hallottam először nyilván cigányozást, és a többi, a másik szidását ugye a stadionból. Nagyon pici voltam, és tehát mit tudom, 11-2-3 éves, és akkor először így furcsáltam, de persze már tudom, hogy ez hozzátartozik a hangulathoz, meg hogy anyázás van, ordibálás, akkor nem értettem, hogy most miért szidják szegény játékvezetőt, és én nem értettem azt az egészet, de tök jó volt egyébként a hangulat, és igazából ez egy örök élmény azóta is. Tehát így nem emlékszem már se a gólszerzőkre, se a gólokra, de maga az, hogy ott vagyok a stadionban, ez nagy élmény, és továbbra is bennem van, igen. Ha jól tudom, akkor te sportkommunikátornak tanultál. Tudnál erről mondani egy pár szót, hogy ez mit akar valójában, mert igazából én nagyjából képben vagyok ezekkel a szakokkal, de soha nem hallottam még erről. Hát ugye a sportkommunikátor ez gyakorlatilag az, aki sportújságíró akár ugye kommentálja a mérkőzéseket, meg hát itt azért volt, akkoriban volt ez a nyomtatott sajtóra akartak minket tanítani, vagy ugye az online médiára, de megmondom őszintén, hogy az az oktatás, amit én kaptam, meg úgy általában a sportújságíró oktatásról nincs valami jó véleményem, tehát most mondok egy történetet, ami konkrétan meg is történt, hogy sportóránk volt, egy
olyan tanár tartotta, akit most nem akarok mondani, hogy kicsoda, de mindenki ismeri, akkor a Magyar Rádiónál dolgozott, és azt mondta nekünk, hogy ha kiküldenek minket egy adott sporteseményre, amire az, nem értünk, mit tudom én, mondjuk vívás, vagy az úszáshoz esetleg nem értesz, vagy a kajakozáshoz, vagy a hosszú táv futáshoz, semmi baj, a füledre adják az angol vagy a német nyelvű kommentátort, és akkor majd onnan fordítod, hogy mit kell elmondani. És mondom, jó Isten, mondom, itt meg voltam rökönyödve, mondom, bocsánat, tanár úr, nélkül nem azt kell mondani, hogy én nem értek ez a sporthoz, hogy nem vállalom munkát, és akkor egy kiröhögött. Tehát, hogy nem, akkor nem ezt mondjuk. De sok ilyen történt. Például mondta ez a tanárom, olimpiát is közvetített, hosszú táv futást, hogy úgy mondta be az eredményeket, hogy fogalma nem volt, tudta, hogy ki ez a futó, de hát így mondta, hogy világbajnok volt ekkor, meg akkor, meg ilyen eredménye, meg olyan eredménye, fogalma nem volt, hogy mit mond, de hát a néző úgyse tudja. Pedig akkor már a Google bőven a barátunk volt, hogyha értitek, mire gondolok. Egyébként az érdekes, hogy ezt adta tanácsnak, hiszen azért régen Magyarországon, főképp a külföldi sportoknál, Amerikából importált sportoknál, ugye ez megszokott, hogy az eredeti közvetítést is ők hallják a fülükbe, és most már szerencsére nem azt fordítják, de azért régen tényleg volt erre példa, hogy azt fordították le, amit éppen hallottak. De ez igen, ez érdekes, hogy inkább a munka fontos, mint hogy az, hogy tud, hogy miről közvetítesz. Igen, és tehát pont ez a probléma egyébként az oktatással, hogy a szakmaiság hiányzik az újságíróknak az oldaláról. Ezért van az, hogy manapság egy blogger sokkal jobban ért a futballhoz, aki tényleg rajongója a sportágnak, és utána megy a dolgoknak. Nem arról van szó, hogy elmegy Pogácsát zabálni, aztán megkérdezi, hogy a 67. percben az a csere az miért történt, miért hozta le a bal hátvédet. És akkor mondja az edző általában, hogy hát basszus, megsérült. Hát, nem láttátok, meg volt sérülve a fickó, miről beszélünk, vagy hogy borzasztóan játszott. Tehát, hogy nem azt kérdezik meg, hogy mint például Boldog Tamás nyilatkozta ezt egyébként egy mérkőzés után, hogy komolyan mondja, hogy egy szurkolók, már mint mi, ugye semleges térfél, értelmesebbeket kérdeznek, mint amilyeneket te kérdezel, és ezt egy nemzeti sportos újságírónak mondta. Tehát, hogy én mondjuk, hogyha Boldog Tamástól kérdeznék mondjuk egy sajtótájékoztatón, akkor én azt kérdezném meg, hogy jól láthatóan szét van szakadva a diózsír még mindig, és ezt hogyan próbálja orvosolni ezt a problémát, mert láthatóan ezért nem működik a gegenpresszig, mivel a középpálya nem tart lépést a csatárokkal, és ezért azért a kettő közötti távolság nem mondjuk 15 méter vagy 10 méter, ami egyébként a gegenpresszinek az alapja, hanem 25, ezért keresztül játsszák a középpályát, mit fog tenni az edzésen? Hogy hogyan próbálja megoldani? Míg a nemzeti sportos azt kérdezi, hogy miért hozta le a bal hátvédet. Hát igen, a semleges térfélben is azért szoktatok erről beszélni, hogy az újságírásban az elég nagy szakmai hiány van, legalábbis a sportújságírás szempontjából, viszont szerintem most egy kicsit kanyarodjunk el a repterápia felé, aztán majd visszakanyarodunk a futball felé is. Igen. A reppel is eléggé különleges viszonyt ápolsz, és van egy műsorod, vagy volt a Repterápia című műsor, igaz? Van. Igen. Igaz, hogy egy plakát illette ezt az egészet? Igen, ez egy plakát. Tehát, hogy már magát a műsort, azt is közvetve igen. Tehát annyi van egyébként, ezt elmondom, hogyha erről van szó. Korábban a Maxi Rádiónál dolgoztam, akik akkoriban kerestek műsorvezetőket, ez egy online rádió volt, ami FM sugárzásra nyert frekvenciát, és akkor kerestek új embereket a rádióhoz. Hát és én megláttam a hírt, és így betoppantam így gyakorlatilag az utcára, hogy na, akkor itt vagyok, csá, hogy nekem lenne egy ilyen ötletem, akkor nagyjából így mondtam, hogy ez egy rap-terápia, rappel foglalkozó műsor lenne, mert egyébként a repzene az gyakorlatilag számomra mindig is egy ilyen nevelő tanár volt. Most biztos nagyon sok hallgató mondja, hogy úristen, repzene, az a Dopman, meg ez a Majka, ez úristen. Én is így gondolom, úristen. Tehát, hogy ez nem csak erről szól, és igazából pont ezt a gátat akartam vele átütni, hogy nem látnak túl a Dopmanen meg a Majkán, és nem látják meg a stílusban fekvő értéket, és ezért indult el a repterápia igazából. Nekem ez tényleg szívügyem, és ebben nagyon-nagyon sok munkám van. Több száz órányi műsort csináltam, gyakorlatilag az összes magyar MC-vel beszéltem, aki minimális szinten számít, és nálam elmondhatták tényleg a véleményüket, és hát hála Istennek azt tudom mondani, hogy azt érzem, és most ez lehet, hogy nagy képű lesz a hallgatóknak, vagy nem az lesz, de hogy úgy tettem egy picit azért, hogy ez a stílus egy
picikét magasabb szinte legyen rangsorolva a köznép fejében vagy szemében. Kimondottan inkább a magyar rep érdekelt, mint a világ rep, vagy az amerikai. Nem, hát nyilván az amerikai repért nem tudok tenni itthon, vagy igazából Magyarországon. Csináltam egyébként külföldiekkel is. Legutóbb például a Snow Goons-szal csináltam interjút, tehát hogy vannak egyébként külföldi szállak, meg külföldi interjúim is, csak ugye ezek általában, tehát ez a jóval kisebb arány, tehát mondjuk ilyen 5% nagyjából a külföldi. Igen. Egyébként nem tudom, emlékeztek-e rá, de azt hiszem az olimpia idején előjött, kijött egy dal, ha jól tudom, Denisztől, aki szintén a magyar olimpiai csapatnak ajánlotta a dalt, és ugye arról is szól. Igen. És az is azért mondhatni rap gyakorlatilag. Igen, rap. Ja. Azt mondom, hogy mondhatni, nem kimondottan, de hasonló stílus. Ez egyértelmű, tehát Deniz egy MC, igazából az nyilván az egy poposabb dal, de hogyha mondjuk Denizről akarunk beszélni, a korábbi zené sokkal inkább ilyen rappesebbek voltak, amit mostanában csinál, az sokkal inkább közelít a pophoz, de most van egyébként egy ilyen átmenet a rap zene és a pop zene között, tehát hogy ugye a rap zene az ilyen underground zene, csak mostanában ugye az underground lett a mainstream, ugye az a divat, és nagyon sok előadó gondolja úgy, hogy kicsit több embert érjen el a zenével, változtat a saját stílusán, hogy hát ezt hogy fogalmazzam meg szépen, hát hogy a Marika néni is a szomszédba el tudja fogadni, hogy itt így nem szövegre, vagy nem zenére énekelnek, hanem szövegre beszélnek. Ha jól tudom, akkor egy lemezt is adtatok már ki Rap Terápia címmel, erről tudnál egy pár szót mondani? Így van, ez igazából a műsoromnak az egyéves szülinapjához lett csapva ez a lemez, ahol én megkértem néhány olyan szerintem ügyes MC-t előadót, hogy csináljak erre egy külön számot, egyébként az intróban én is rappelek, tehát hogy, de igazából ez csak egy ilyen szülinapi ajándék volt magamnak, meg nyilván a stílusnak is az, hogy kijött 19 új dal, és tehát igazából ennyi a történet. Nem akarom ezt olyan hú de nagy lufira felfújni, mert nem lett olyan hú de nagy lufi, de tök jó, hogy van egy ilyen, és még mai napig, hogyha kezembe fogom, akkor örömmel tekintek erre. Jó, szerintem kanyarodjunk vissza a futballra és a semleges térfélre. Hogyan lett szurkohóból semleges térfél? Hát igen, ez az első műsornak igazából az ilyen próbaadásunknak volt egy ilyen próba címje, ez a szurkohó, ami hál' Istennek semleges térfélre alakult, ez sokkal inkább kifejezi azt, hogy mi akarunk lenni. Semleges térfélnek azért ez a címe, mert ez egy olyan semleges pálya, ahol mindenki elmondhatja a véleményét, klub szintől, tehát ilyen bármilyen hovatartozástól függetlenül. Tehát mi szívesen beszélgetnénk az MLS-szel is, tehát mi velük is nyitottak lennénk egyébként tárgyalásra, vagy mondják el a véleményüket, mi lennénk a legboldogabbak, csak hát nem feltétlenül szeretnek a szurkolók a szóba állni. Igazából, tehát hogy ezért lett semleges térfél. Egyébként ezt a Kolárik Józsi cimborámmal közösen találtuk ki ezt az egész műsort, és építettük föl, és most hál' Istennek, most már elég sok szereplő van, természetesen akiket a műsorban lát mindenki, tehát nem az én műsorom, hanem én is egy szereplője vagyok ennek a műsornak. Most adott esetben mondjuk sokszor én szerkesztem, de ezt egyébként közösen szerkesztjük. Oké, hogy a műsort én vezénylem le, de én csak egy szereplő vagyok, tehát ez nem feltétlenül csak az én műsorom. Most a Rap Terápiára tudom mondani, hogy az én műsorom. Itt azért nem merném ezt állítani, én is részese vagyok ennek az egésznek, és együtt toljuk ezt a szekeret, amit úgy hívnak, hogy magyar futball, és természetesen a szurkolók. A gólterápiából alakult ki egyébként a semleges térfél? Igen, jól látod. A Kolárik Józsi, ugye, tehát kezdjük a gólterápiával. A gólterápia egy olyan szakmai műsor volt, ahol, illetve még ez is létező dolog, tehát hogy ahol én azt gondolom, hogy mindig csak azt látjuk, hogy az edzők nyilatkoznak, a játékosok nyilatkoznak, a klubvezetők nyilatkoznak. De oké, de hol maradnak az újságírók? Hol maradnak a bloggerek? Hol maradnak a szurkolók? Az ő hangjukat soha sehol nem halljuk, vagy illetve nagyon kevés helyen. És nagyon, nagyon kevésszer kérdezzük meg őket konkrétan arról, hogy na akkor tessék, adott esetben mondd el a véleményedet adott témáról. Vagy akár népszerű személyiségekről is beszélhetünk. És szerintem a futballtársadalmat egyébként ők összességében alkotják. És én megkérdeztem minden oldalt, és ugye ez egyik oldalban mondjuk a szurkoló volt, és a Józsiról tudtam, hogy ő nagy Ferencváros szurkoló, akkor a Ferencváros volt a téma. És igazából nagyon sok mindenben egyetértettünk, persze sok mindenben nem értünk egyet, de az volt a lényege, hogy kialakult egy olyan viszony köztünk, amikor azt tudom mondani, hogy egy irányba tudunk tolni valamit, és akkor ebből nőtt ki igazából a semleges térfél. Aztán hál' Istennek tényleg sokan csatlakoztak, és így most már elég sok embert el tudunk érni, igen.
ugye említetted, hogy, az a cél ebben, vagy az a jó, hogy bárki megszólalhat bármivel kapcsolatban. Azért volt már rá példa, hogy ez nem teljesült teljesen, hiszen letiltottak interjúdat is, és ugye az MLS se akar veled szóba állni. Szerinted ennek mi lehet az oka, vagy mi lehet a hátterében ennek az egész jelenségnek? Félnek esetleg az igazságtól, a nyilvánosságtól? Nem, ez nehéz, nem akarom a kettőt összekötni. A letiltott interjú a Lipcsei Péteresre gondoltok. A Lipcsei Péter most azt, hogy mit mondott el abban az első 20 percben, azt nem tudom nektek elmondani, de azt igen, hogy a Ferencvárosról beszélt, és ezt a Ferencvárosnak a média osztálya azt mondta, hogy ezt nem szeretné, hogy lemenjen adásba. Én meg akkor azt mondtam, hogy ha a műsornak az egyharmadát szeretnék, hogy kivágják, akkor én meg nem akarom leadni ezt a műsort. Ez ennyi a történet igazából, tehát én nem haragszom a Ferencvárosra, a Ferencváros nem rám haragszik szerintem, hanem csak nem akarta, hogy amit a Lipcsei elmondott nekem, az kikerüljön a nyilvánosságra. Pont. Ennyi a történet. Az, hogy az MLS miért nem akar velünk szóba állni, ez nagyon nagy talány egyébként számomra. Pont a múltkor Ferenczi Attila kommentelt az egyik műsoromban, mikor erről beszéltünk, és akkor ő mondta, hogy egyébként az MLS rendkívül figyel arra, hogy a szurkolóknak jót tegyen, hogy olyan döntéseket hozzon, ami egyébként népszerű. Tehát ne az legyen, hogy az MLS szídják. Csak igazából, hogyha mondjuk az MLS-nek mindenre lenne racionális válasza, akkor mi se tennénk fel a kérdéseinket. Tehát akkor mi se kopogtatnánk az MLS-nél, hogy ha-ho, urak, erre mi a válasz? Hanem inkább azt látjuk, hogy ilyen ad-hoc jelleggel működnek ott a dolgok az MLS-nél, és egyébként valóban azt kell mondanom, hogy tényleg pénzügyileg rendben van téve egyébként ez a szervezet, csak ugye a vezetőségben nincsenek szakemberek. Hát vannak, csak nem labdarúgó szakemberek. Tehát igazából ez a fő probléma szerintem az MLS-nél. Egyébként az MLS-nél nagyon sok olyan ember dolgozik, aki persze nem a vezetőségben, aki egyébként tisztességes és tök jó munkát is végez, csak szerintem nekik is nekik is megvan szabva, hogy mi az, amit tehetnek, mi az, amit elmondhatnak, és mi az, amit nem mondhatnak el. Igen, ez egy érdekes dolog egyébként, lehet, hogy ez ilyen magyar specialitás, ugye nem csak az MLS-nél, máshol is látjuk, de az MLS-nél is azért tényleg vannak ilyen sztorik, hogy megkeresésekre nem érkezik válasz, picit néha maguknak is ellent mondanak, tehát úgy. Ez szerint az úgy működik én az MLS-ről, hogy csak minden csak a pozitív, hogy minden szuperul működik, ne romboljuk itt az imást, ami is a magyar futballnak a megítélése a köznép szerint nem túl jó. És ugye az MLS azt gondolja, hogy ha mi rámutatunk a problémákra, akkor azzal a magyar futballnak az imázsát romboljuk. Pedig pont azzal javíthatnánk a magyar futball imázsát, hogyha rámutatunk egy problémára, és ezt az MLS is észleli, hogy igen, ez valóban probléma, akkor oldjuk meg a problémát, mi lennénk a legboldogabbak. És egyébként, hogyha valamilyen megoldás érkezik valamilyen problémára, hát mi tapsikolunk a leghangosabban egyébként, és mondjuk, hogy igen, ez egy tök jó dolog. És hát azért az is kapni nyilvánosságot, és szerintem jó visszhangot, hogyha azt reklámoznak, hogy meg tudták oldani ezeket a dolgokat, vagy gondokat. Ezt képest eltusolni, az tényleg szerintem picit ilyen magyar vonás az egész sztorinak. Hát az eltusolás az, igen. Még ez máshol is van a eltusolás egyébként, ebben nem hiszem, hogy ez nagyon magyaros. Akik, azok a szervezetek, akik nagyon sok ember hatására vannak, tehát a munkájuk a nagyon sok ember hatásával élnek, azok mindig van egy kis olyan, hogy hát ezt jó lenne, ha nem hoznánk nyilvánosságra, csak hát ugye vannak emberek, akik ezeket felkutatják. Ha már nyilvánosság, Gergő az előbb említette, hogy az MLS elég gyakran nem válaszol a nyílt levelekre, ugye ezt is átéltétek, nemrég írtatok egy nyílt levelet az MLS-nek, erről tudnál egy pár szót mondani, hogy mit írtatok? És melyikre gondolsz? Mert többet is írtunk most. Hát, nekem most így a Vidivel kapcsolatban. Igen. Ott nem is az MLS, mi a Fegyelmi Bizottságnak írtuk azt a levelet, amire egyébként, tehát hivatalos válasz nem jött, de jött válasz Csányi Sándor részéről. Erre gondoltam. Tehát, hogy ugye mi azt mondtuk, tehát, hogy volt egy videóton felcsút mérkőzés, vagy felcsút videóton, igazából minden ugyanabban a stadionban lett volna a mérkőzés, nem tudom, hogy ki volt éppen otthon, de ugye volt egy 11-es szituáció a mérkőzés végén, ami miatt kialakult egy kis dulakodás a pályán, amire a Fegyelmi Bizottság úgy döntött, vagy úgy nyilatkozott, hogy hát igazából semmilyen olyasmi nem történt, amiért bármilyen eltiltást kéne egyébként nekik eszközölni. És akkor ezen felháborodtunk, hogy hát basszus, hát a szurkolók olyan dolgokat kapnak, 2 milliót meg akkoriban az Újpestnek a pályáit olyan dolgokért záratták be mérkőzésekre, tehát ilyen piszticsári minden szírszarok miatt,
hogy hát ezt úgy gondoltuk, hogy hát azért ez már tűrhetetlen tényleg, hogy a játékosok kamerával felvett bizonyítékok által lögdösődtek, sőt, egyébként Bence és Miklóst fel is borították ugye a játékosok, és akkor ezen fel voltunk háborodva, hogy hát nehogy már ez itt nem látott semmit. Egyébként érdemes lenne a játékvezetőt is, hát ugye fülön csípni, mert ugye azt írta be ő a jegyzőkönyvébe, hogy hát semmi nem történt, ő nem látott semmit. Hát, na mindegy, és akkor erre írtuk mi ezt a levelet. Ez egyébként nem az a lényeg, hogy mi megírtuk ezt a levelet, mert most nem magunkat akarom el kihozni, hanem ez volt a szurkolók véleménye is. 70 ezer kattintás van azon a levélen. Vagy volt egy hét alatt. És persze, hogy erre Csányi Sándor is felkapta a figyelmét, és azt mondta, hogy oda szól, hogy na akkor legyen valami. Ez egy másik dolog, hogy néhány héttel később végül is egy ilyen kis néhány soros megjegyzésként jelent meg, hogy jó, hát akkor eltiltunk két játékost a Videótontól. Mondjuk ez is érdekes, hogy csak a Videótontól. Igen. Például Varga József, aki az egészet kirobbantotta, majd bemenekült, és elvileg az öltözőből volt, vagy hát a folyosón volt kakaskodás, őról a semmi nem. Igen, hát annyi lett, hogy onnan végig is, hogy Varga József nem lett eltiltva. De egyébként a Varga József, most ez nem a személyének szól, mert kifejezetten tetszik az a játék, amit a Varga Józsi csinál, főleg amit még a Debrecenben csinált, de hanem akkor is, tehát hogy ha a szurkolókat meg lehet büntetni, akkor a játékosokat miért nem? És igazából ez és egyáltalán nem a játékosok ellen szól, és főleg nem a két csapat ellen szólt ez a levél, hanem arról szólt, hogy ha családbarát mérkőzéseket akar rendezni az MLS, akkor azért tegyen is, ne csak beszéljen. Ha jól tudom, akkor voltak konfliktusaitok klubokkal és klubvezetésekkel. Mire gondolsz? Hát például a Ferencvárossal ez a gólterápiás dolog, de ha jól vagyok informálva, akkor előfordult, hogy találkoztatok például a Fradi, a DVTK vagy a Nyíregyháza vezetésével is beszéltetek. Volt ilyen vagy? Amikor Albert Gábor volt a Nyíregyházának a szakmai igazgató, vagy szakmai alelnöke, remélem, hogy jól titulus mondtam be egyébként, akkor igen, tehát ő mi volt a műsorban, és mi nagyon szívesen látjuk egyébként a, úgymond a szakmai vezetőket is, vagy a legnagyobb vezetőket a műsorban, és nekünk, de nem arról, most ne próbálj minket úgy beállítani, Balázs, mint hogyha milyen agresszor szervezet lennék, akik mindenkit utánk, és mindenki menjen a francba, nem erről van szó, hanem sokkal inkább arról, hogy szívesen megszólaltatnánk mindenkit a műsorban, és akkor ezt nem mindenki vállalja. De aki viszont vállalja, tök szívesen meghallgatjuk. Sőt, tehát, hogy mi ingyen adunk tanácsot, amiért még mások milliókat, vagy bizonyos esetben milliárdokat fizetnek ki, és tök jó lenne, hogyha ez az egész semleges térfél egy ilyen, tényleg, ahogy mondtam is, egy semleges térfél lenne, ahol mindenkinek van lehetősége labdárugni, és aztán majd meglátjuk, hogy kirúgja a gólt. És még egy dolog az MLS-szel kapcsolatban, hogy elméletileg, sőt ez biztos, hogy így volt, hogy Sipos Jenőt, az MLS szóvivőjét is meghívtátok már a műsorba, aki elutasította vagy lemondta ezt a lehetőséget. Azóta történt valami egyeztetés vagy próbálkozás erre? Itt annyi volt, hogy nem is én egyeztettem a Sipos Jenővel, hanem Józsi egyeztetett a Sipos Jenővel, és akkor ő megígérte nekünk, hogy vagy ő, vagy valamilyen MLS beosztott, szerepelni fog a műsorba. Oké, megígérte nekünk, ezt mi be is hirdettük, tök ciki volt, nem jött el. Jó, és akkor utána írtuk, hívtuk, nyilván kerestük az MLS-t, voltak az ígérgetések, minden, hogy jó, majd le, jó, így lesz, úgy lesz, amúgy lesz. Persze nem lett ebből semmi, amit mi nagyon-nagyon sajnálunk, és remélem, hogy az MLS-nél ezt hallgatják, vagy eljut oda a fülükbe, hogy továbbra is mondom nekünk, az MLS-szel nincs baj, nem a szervezettel van problémánk, hanem, és egyáltalán nem a személyekkel, hanem a működéssel, és ez tök jó lenne, hogyha elmondanák, hogy uraim, mi azért működünk így, mert. De ilyen nincs. Nincs egyszerűen egy ilyen sajtótájékoztató, ahol az MLS ezt elmondaná. Nincs egyébként egy rohadt közlemény se, és nyilván, tehát, hogy ha műsorokban mennek el egyébként MLS alkalmazottak, akkor én már próbáltam csinálni egyébként MLS alkalmazottal interjút, és bele is ment volna az MLS, csak meg volt szabva, mondjuk az ember ír mondjuk 30 témakört fel, és hogyha marad neki kettő, akkor ez elég kevés mondjuk egy két órás adás kitöltésére. És az MLS-e volt már amúgy közvetlen konfliktusotok? Mert például ott a dárdai terv, amit nyilvánosságra hoztatok, úgymond, de aztán kiderült, hogy végig fent volt az MLS honlapján, csak jól el volt dugva. Ebből adódott valami kellemetlenség vagy konfliktus?
kellemetlenség nem nekünk adódott, hanem az MLS-nek adódott ebből kellemetlenség. Logikus, tehát, hogy ugye mi ez a dárdai terv? Ugye létrehozotta az MLS-i szakmai bizottságot, ami a grassroots rendszer, tehát az utánpótlás rendszerre alapult volna. És egy tök jó tervet hoztak részre, vagy létre, amit mi hívtuk el, mi neveztük el dárdai tervet, mert imád nem csak a dárdai volt benne. Sőt, egyébként a Kisbaranyi Sándor volt ennek az egésznek az összefésülője, tehát hívhatnánk Kisbaranyi Sándor tervnek is, igazából ezt az egészet, akkor lennénk igazán korrektek, csak nyilván a dárdai neve annyira erős, hogy meg az ő szaktudása az annyira egyértelmű, hogy nyilván az ő nevével könnyebb eladni valamit. Úgyhogy mi ezt igazából nyilvánosságra hoztuk, most mindegy, hogy jutott el hozzánk, de amikor nyilvánosságra hoztuk, akkor szerintem ez volt az a pont, amikor az MLS-i megharagudott ránk. Tehát, hogy úgy döntött, hogy na jó, hát akkor elmentek ti a fenébe, hogyha ilyeneket pakoltok ránk. Érdekes egyébként, hogy egy nappal később természetesen eltűnt a weboldalról, de hát a dilema már megvolt mindenkinek. Szóval lényeg, hogy ez akár a mai napig elérhető egyébként a Semleges Térfélnek a Facebook oldaláról. Akkor, ha valaki megnézi ezt a műsort, akkor tényleg mi nagyon dühösek voltunk. Ugyanis azt éreztük, hogy kiszúrtak a magyar labdarúgással, és mint utólag kiderült egyébként, ez Starknak köszönhető. Tehát ő volt az, aki ezt az egészet a kukába dobta, csak azt nem tudom, hogy miért hagytuk neki. Tehát, hogy egyszerűen nem volt ott az MLS elnökségében senki, aki azt mondta volna, hogy Stark, nem már, hát ezt ne dobjuk már ki. Tudod, mennyit dolgoztak ezen a magyar edzők? És akkor ráadásul én nekem volt a kezemben egy olyan kiadvány, vagyis hát kiadvány, tehát igazából a Storknak a szakmai anyaga az 4 oldal volt, aminek ilyen tenyérnyi méretű képek fették le a felét. És ez volt a Storknak a szakmai. Aki ugye akkor nem csak hogy a válogatottnak voltak szövetségkapja. Szakmai vezető is volt, igen. Gyakorlatilag teljhatalmat kapott az MLS-ben. Igen. Hát ezzel szemben ez meg egy 200 oldalas anyag, így ha van, jól tudom. Így. De igazából a 200 oldalas anyag, amit mi is nyilvánosságra hoztunk, az csak egy ilyen lábjegyzet. Tehát ennek abban csak az van leírva, hogy mit kéne csinálni, hogyan kéne csinálni, és a többi, és a többi. De a pontos gyakorlatok, meg ilyesmi, az nincs, nem szerepelt ebbe benne. Az még egy külön másik dokumentumban van benne. Csak hát az annyira száraz, annyira hosszú, hogy az igazából az tényleg csak a futballedzők és tényleg csak a szakmának szól. De egyébként pont az a vicces, hogy állítólag dárdai ajánlottam be Storkot. Tehát gondolná az ember, hogy... Hát én azért nem így tudom. Nem? Nem. Én úgy tudom egyébként, és kövezzetek meg, ha ez nem így van, de én úgy tudom, hogy kifejezetten a dárdainak a Storka szúrja a szemét, és pont azért, mert hát nem éppen úgy csinálta a dolgokat, ahogy azt a dárdai elképzelte volna. És egyébként az a baj, hogy a Storkot, hogy kétféleképpen lehet a Storkot nézni. Mint szakmai vezető, 0-5. Katasztrófa, borzalmas. Viszont, mint szövetségi kapitány, egy bizonyos szintig tudott fejlődést hozni a magyar válogatottnak, ugye ezért is jutott ki szerintem az EB-re ugye a csapat, és amit ott nyújtott, az szerintem szenzációs volt, hiába mondják azt, hogy hát ez csak egy győzelem, hát de milyen győzelem volt az, ugye, és csak megnyertük a csoportot, és a többi, és a többi. Viszont utána annyira durván szétesett egyébként ez, tehát megállt a fejlődésben a Stork, és nem tudott hozzátenni ahhoz a csapathoz. És igazából ebbe is bukott bele. Hát ugye annó, amikor volt Storkirúgás, akkor mi is pont egy évet csináltunk egy műsort erről, vagy hát ezt kiveséztük kettem. Szerintem, vagy hát szerintem akkor is arra jutottunk, hogy ugye az EB-n Stork dárdai alapjaira fölépítette egy picit a saját elképzeléseit is, majd az EB után szerintem teljes mértékben az ő elképzeléseit akart érvényesíteni, ugye jött a fiatalítás, jöttek az új rendszerek, és abba belebukott. Jól látod, abszolút egyetértek. Meg én még annyit ehhez hozzátennék, hogy dárdai alapjaihoz hozzátartozott ugye Juhász Roland, meg Király Gábor, meg Gera Zoltán, aki ugyan még Storknál is volt utána, de hogy sérülések, stb., tehát már nem tudott annyit úgy hozzátenni a válogatotthoz. Tehát azért, hogy ezek az emberek kiváltak, nem tudott újakat beépíteni helyette. Tehát... Hát egyébként simán elképzelhető, hogy akik most viszont már ezek a fiatalok, akik bekerültek, ugye jelenleg a válogatottban és jól is teljesítenek, például Sallai, Kleinheiser, Kalmár, akkor még nem voltak elég érettek a válogatotthoz, és elképzelhető, hogy abban az egy évben volt ez a szakadék a magyar válogatott életében, hogy a régi nagyok már tényleg kiöregedtek, a fiatalok meg még nem voltak olyan szinten. Az ott maradtak, a közép kategória pedig, hát közép kategória volt. Hát mondjuk a Sallainál azt tudom mondani, hogy igen, ebbe van valami, de a Kalmár azért már, tehát már akkor is már rég, de már előtte is volt válogatott. Hát, igen, de hát, utána kikerült meg azért Lipcsébe is úgy, hogy megbukott, szóval neki akkor pont egy rossz hullámvölgye volt. Igen, oké, rossz hullámvölgye volt.
De mondjuk én a Stork keze alatt a Kalmárt, én ezt értem, hogy ő miért nem játszott egyébként. Tehát az szerintem az érthető. Ő egész, tehát nem volt ez a poszt, amit a Kalmár most betölt. Egyébként mondjuk a Rossi irája alatt jelenleg. Jó, szerintem már elkezdtük a szünet utáni témát ecsetelni, amikor a magyar válogatottnak a évének az összegzéséről és elemzésével foglalkoznánk. Viszont nekem még lenne egy kérdésem a semleges térfele a kapcsolatban, hogy volt szó arról, hogy átmentek Twitchre, és hogy ebből most lesz valami, nem lesz? Ez kulisszatítok, remélem a többiek nem sértődnek meg, hogy ezt elárulom, de igazából ez folyamatos dilemma nálunk, hogy most mi legyen, menjünk Twitchre, ne menjünk Twitchre. Mik a Twitch előnyei? Szabadabb műsorszerkesztés, szabadabb felhasználás. Ezek a Twitchnek az előnyei, mik a hátrányai? Ugye a Twitch kevésbé ismert, mint a YouTube. Jelenleg a YouTube-on futunk, ott van egy nagyon komoly tömegbázisunk. Hogyan tudnánk ezt a tömegbázist átvinni a Twitchre? Ez folyamatos probléma és dilemma. Nem döntöttünk ebben a kérdésben még továbbra is. Ez, amint ebben tényleg azt tudom mondani, hogy van hivatalos döntés, minden nézőnknek tudunk ezzel kapcsolatban mondani információt. Egyelőre a YouTube-on maradunk, ez biztos a szezon szünetéig, ez 100%, ezt azt tudom mondani. Jó, ez nem sok idő, de addig mindenképpen. Vagy a szezon kezdetig biztos, hogy YouTube-on vagyunk, inkább ezt tudom mondani. Elmegyünk egy kis szünetre, zenélünk egyet, és akkor folytatjuk már a magyar válogatottal ismét. Visszatértünk a szünetről, folytatódik tehát a Sport 55 itt a Kultixen, és Bíró Dáviddal beszélgetünk semleges térféltől. Ezt az első szegmensben hallhattátok, most már inkább a magyar labdarúgással és a válogatottal fogunk foglalkozni. Én először viszont arra lennék kíváncsi, hogy neked milyen a kapcsolatod a labdarúgással, tehát gyermekkorodban focisztál-e, most focizol-e, milyen szinten? Igazából a focista megye 1 volt, megye 1 felnőtt a legmagasabb szint, illetve Blass 2 is volt a történelemben, akkor focisztam egy ilyen nagyon komoly szinten. Hát mondjuk, hogy van egy kis nagypályás múltam, de ez viszonylag korán, tehát már 20 évesen mondtam, hogy hát tudtam, hogy ebből nem lesz profi futball, ezért átmentem az amatőr futballba, most kispályám nyilván mindig mai napig focizik az ember, de ezt hívhatjuk ilyen Sunday Cup-nak is, tehát gyakorlatilag erről van szó. Mindig indulunk a Bánkarakacki tornán, ugye a semleges térfél csapatával, igyekszünk olyan megmozdulásokra elmenni, ami tényleg ilyen baráti összejövetelek, vagy bármilyen olyasmi, ami mondjuk ilyen plusz tud adni akár a műsornak, akár az eseménynek, akkor mi nagyon szívesen elmegyünk és focizunk a csapattal. Tehát tovább fűzném akkor ezt a szállat egy picit még. Edzősködésen nem gondolkoztál? Hú, az edzősködés, most ez azért kérdezed, mert hogy a szakmai tudásommal ezt így, igen? Ezért igen, kérdezed? Vagy elemző, vagy az edző, nagyon fontos egyébként látni a különbséget, tehát hogy van, aki látja a futballt, és ez tök jó dolog, és van, aki le tudja írni ezt, hogy átlátja a folyamatokat, és a többi, és a többi. Viszont az edzőnek egész más a feladata, neki ezt oktatni kell. Más skillek kellenek egyszerűen egy edzőnek, más skillekkel kell rendelkezni egy edzőnek, mint egy elemzőnek. Nagyon szívesen lennék egyébként, úgymond ez az idézőleg szakkommentátor, bár nem tudom, hogy mennyire jó ez a kifejezés rám, tehát ha mondjuk behívnának valamelyik televízió csatornába, és akkor elemezzük a mérkőzéseket. Ezt nagyon imádnám egyébként, ezt nagyon tudnám élvezni. Ilyen, ezt nagyon, nagyon szívesen vállalnám. De viszont az, hogy edző, ez nem lennék. Szívesen dolgoznék a klubnál, mondjuk akár videóelemzőként tök szívesen dolgoznék egyébként a magyar futballban, de mint edző az nem az én pályám. Még a scoutnak is előbb el tudnám magamat képzelni, de edző az nem igazán én vagyok. Vagy mondjuk motivátor, de inkább hogyha mondjuk a médiastábban tudnék dolgozni egyébként, rengeteg ötletünk van egyébként. Józsival ki is dolgoztunk egy tök hosszú projektet, amit be is adtunk a Vasashoz, akkor úgy nézett ki, hogy lesz belőle valami, aztán nem lett sajnos, de nagyon sok olyan zicser van, amit így nemhogy nem vesznek észre a klubok, hanem hogy gyakorlatilag eszükbe se jut. Igen, ugye ezért az edzősködés mellett, hogy szakmai szempontból is maximumot kell nyújtani, ott elég sok minden más is fontos, ugye például a játékosok kezelése. Például itt van mondjuk Ferenci Attila, aki szerintem elképesztő tudással rendelkezik a magyar edzők közül, de az edzésvezetés az meg nem éppen az ő erőssége. Tehát mondjuk sokan kérdezik azt, hogy miért nem Ferenci Attila a magyar válogatottnak a szövetségi kapitánya, meg azt kérdezem, hogy hát miért nem ő a sportigazgatója a magyar válogatottnak? Tehát én inkább oda tudnám elképzelni őt.
Hát meg ugye azért az edzésvezetés is olyan dolog, hogy láthatunk rá példákat, például külföldön is általában, hogy nem is kimondottan a vezetőedző feladata, hanem a másodedzők, segédedzők, akik inkább ugye a gyakorlatokon ott vannak a játékosokkal. Persze a vezetőedző tervezi meg magát az edzést, de nem biztos, hogy ő foglalkozik egytől egyig minden játékossal. Nekem a kedvencem az egyébként, és ezt mondom nektek is, a mindenkinek, amikor Guardiola rángatja a sztárjátékosokat, hogy nézd, ide kell beállni, és így megmutogatja nekik konkrétan, hogy ez a feladat, ha itt állsz, ha majd ez lesz, akkor ha balról érkezik a labda, akkor ide néz, ha onnan érkezik a labda, oda néz, és ott rángatja Xavit meg Iniest, tehát komolyan, rendkívül jók ezek a felvételek, és míg mondjuk, ha már a magyar válogatottan tartunk, míg Lékensz azt mondja, hogy ma 4-4-2-t fogunk játszani, urak, yeah, és Zsuzsák, rúgjál már egy gólt, jó, kösz. Tehát kb. Ennyi van, hogy így bemegy az edző, és azt mondja, hogy oké, srácok, akkor ma 4-4-2 lesz, te vagy a bal hátvéd, Zsolti, közép hátvéd, te vagy, oké, Béla, és akkor Józsi, figyelj, srácok, mondom, mi lesz a taktika, passzoljatok a Lajosnak, majd megoldja, kösz. Ennyi. Tehát ez a taktikai utasítás, míg mondjuk egyébként, tehát pont ez a lényeg, tehát hogy ezek a skillek hiányoznak általában a magyar edzőkből is. Hát egyébként ez meg is van filmesítve, ugye Egervári Sándor révén. Imádom főképp ezt a perc. Igen, főképp a 8-1-nél azért ott tényleg látszott, hogy bement, és hát srácok, csináljunk valamit gyakorlatilag. Tehát úgy... megmondom, mi az, ami tetszett, hogy például, ami nagyon árulkodó volt Egervárival kapcsolatban, mikor volt egyébként egy ilyen, hát nem is tudom, ilyen szakmai helyreigazítás volt, ott így mutogatta a mágnes táblánál, hogy na, akkor mi lesz, meg hogy lesz, meg ilyenek, és mondta, hogy hát most azért ezek nem a hollandok, gyerekek, ezeket csak meg kéne verni, gyerekek, hát most ezek nem a hollandok, mi van a hollandoknak, úgy mész neki, hogy hát ne kapjunk ki olyan durván. Hát igen, ugye fél időből azt is mondta, hogy nem akarok beleszaladni egy 8-asba. Igen, hát pont sikerült. Igen, mondjuk ez egyébként egy valahol nekem öröm, és nem azért, mert az Egervárnak a karrierét tönkretette, de hogyha azt nézitek, a magyar válogatott kapitányi poszt szokott tönkretenni karriereket. Nézzük most a legutóbbiakat. Ugye, hát Lékenzt most megint elküldték, jaj, szegényt úgy sajnálom. Hát ő magát tette tönkre inkább, nem a magyar válogatott. Igen, de megnézzük Pintért, hol volt utána edző. Ugye kapott egy kis időt utána mezőköves, de meg felcsúton, de gyakorlatilag miután a szövetségi kapitányi pozíció megbukott, neki is kalapkabát lett. Egervárinál ugyanez a helyzet. És ha megnézitek, egyébként ez egy ilyen mumus poszt. Tehát ha ott megbuksz, akkor a magyar fociba így nem nagyon van jövőd. Legalábbis a következő 5-10 évben nem igazán. Nem csak a magyar fociba, hát Lothar Matthäusig is visszamehetünk. Nem tudom, volt még Matthäus engem a borzasztó nagy kókler edző. Lékenzhez tudnád hasonlítani szerintem? Hú, ez nagyon, nagyon nehéz összehasonlítás, de talán még Lékenz még a Matthäust is veri. Hát az a különbség azért, hogy Matthäus szereti Magyarországot, főképp a nők és a borok miatt, míg Lékenz az egész magyar népet és Magyarországot megutálta. Egyébként Matthäusnak az volt amikor az előnye, hogy tényleg egy maximalista volt. Ő játékosként is olyan volt, hogy kiment 36 évesen Amerikába, és az edzés után így ballábbal még lövöldözött, és kérdeztek, hogy hey, Lothar, mit csinálsz te itt kéne az edzésen, haver? És így, hát a ballábom nem elég jó, úgyhogy még gyakorolok, tesó. És így 36 évesen azt mondta, hogy hát nem olyan jó a ballábom, úgyhogy még gyakorolok, tök jó. Igen, hát Lékenz is a munkahíve volt, mindig ezt kommunikálta, hogy munka, 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 de én ilyen véleményeket olvastam, és én is ezt gondolom egyébként róla, hogy 90-es években azért volt még ilyen edző, aki ezt képviselt. Nyilván most is van, de hogy akkor még úgy elfogadták. Ma már az ilyen típusú edzőket inkább csak ilyen, igen, kóklernek tartják, hát mondjuk ki. Tehát, hogy aki csak ígérget, mondja, de nem, semmilyen eredmény nem látszódik. Ó, és... sok ilyen van. Tehát, hogy sok ilyen van azért, az ígérgetős mondós edzőknek. Hát Magyarországon persze. De igazából a Lékenznek van egy olyan skillja, ami nagyon sok mindenkinek nincs meg, és szerintem ő a meggyőzésben baromi jó. Már nem a játékosokat győzi meg, a szövetségi edzőket, vagy a klubvezetőket, vagy a szövetségi vezetőket és klubvezetőket, hogy ő pedig jó lesz. Ugye a Lékenz az általában úgy szokott elmenni bárhova edzősködni, elég sok helyen volt már edző, nézzétek meg a Wikipédián, én azt mondom, hogy mindenhol egyébként az adott országból használ másodedzőt, pályaedzőt, tehát hogy körülveszi magát olyan edzőkkel, akik belterjesek egyébként az adott országban, és ezzel mondjuk próbálja húzni a saját idejét, mert akkor nem az lesz, hogy mit keres itt ez a külföldi, ez egy borzasztó kókler, később támadják meg azért, mert borzasztó kókler. De azért voltunk mi jó helyzetben szurkolók, mert minket nem tudott átverni, mert annyira ismertük már ezt a mentalitást vagy stílust, hogy szerintem az embereknek a többsége, aki követi a futballt, egyből átlátott rajta. Tehát én az első pillanatban tudtam, hogy ez egy
Hát ez én emlékszem az első mérkőzésre, hát ez hú. És nagyon nehéz helyzetben voltunk mi is, mikor a semleges térfelet csináltuk, mert egy csomó olyan komment jött, hogy hát ez a sok falábú nem akar hajtani. A frász nem, majd meg döglöttek egyébként a magyar játékosok a pályán, csak egyik se tudta, hogy mit csináljon, hogy csináljon. Ugye ez Ferenczi Attilának a mondása, a magyar játékos sokat fut, csak nem jó irányba. Tehát, hogy valami ilyesmit láttunk egyébként ezeken a mérkőzéseken. De baromi gyorsan elvesztette egyébként az öltözőbe is a respektit. Emlékeztek a Böde Daninak a megszólása? Ahogy, persze. Nem tudok angolul, meg amúgy is inkább mentem zuhanyozni. Tehát egyébként... Meg a csapattársai nem fordították le. Nem fordították le, igen. Tehát, hogy nem volt egy rohadt tolmács, aki lefordítja neki. Ezt én is nagyon gáznak tartottam, főleg úgy, hogy olyan csapatban játszik, ahol külföldi edző volt. Tehát ez meg a másik. Abszolút. Tehát, hogy ha... Hát Böde Dani is azért érdekes figura. Persze, szóval. persze Danit ismerjük egyébként ilyen szempontból. Sokan imádják ezért az ilyen megszólalásai, és lehet tök jókat röhögni. Csak ezért ne követeljük szerintem a válogatott kezdőjében azért, mert hogy valaki jól jókat mond egyébként az interjúkon. Akkor Horváth Ferinek kéne lenni a szövetségi kapitána, mert ő baromi jókat mond. Imádom a Horváth Ferinek a nyilatkozatait, akár a meccs végén, akár a meccs előtt, baromi jókat mond. Én őt kifejezetten szeretem ezért hallgatni. De még a Pintér is egyébként tudott jókat nyilatkozni. Szóval visszatérve Lékenszre, abszolút azt láttam, amit az Egerváriánál, hogy ő szerepkörökbe gondolkodott, hogy majd az adott játékos megoldja. És nem tudom, emlékeztek-e, a Szalainak volt egyébként egy ilyen, ez a nagyon nagy portkavaró nyilatkozata, amikor azt mondta, hogy nekünk oda kell jönni, és bele kell verni a fejünkbe, hogy mit kell csinálni. Na hát Lékesz azt nem csinálta meg, és jól láthatóan a Rossi ezt felismerte, és látta, hogy mi a helyzet. Ugyanakkor még a Lékenszel kapcsolatban még azt el kell mondanom, hogy érdemes lenne azt az irodát egyébként megkeresni, aki idehozta, én tudom, hogy melyik iroda volt az, és mi beszéltünk is valahol semleges térfélben, és itt ugye nagyon sokan keresték azt, hogy ki volt az oka, hogy Lékenszi idejött, és a Kül Lajos nevét én nagyon kevésszer láttam leírva, vagy hallva bárhol. És ebben bizony neki hatalmas szerepe van, hogy 2020-ban valószínűleg a magyar válogatott nem lesz ott az Európa bajnokságon. Ő az, aki egy csapatban játszott vele, ugye? Igen. Belgiumban. Most Lékenszről mondjuk el szerintem, hogy milyen eredményeket produkált a válogatott élén. Egy döntetlen, 3 vereség. Ez így van, és ha jól tudom, akkor ez minden idők legrosszabb szövetségkapitányi teljesítménye a válogatottban. Most kéne tapsgép, srácok. Az az igazság, hogy itt most megint verhetnénk a mellünket, de nem akarom. Mikor kinevezték Lékenszt, akkor mi mindig utána megyünk egy adott edzőnek, hogyha akiről beszélünk, és megmondtuk, hogy ez nem fog beválni. És rögtön mondták, hogy jaj, mit károgtok előre, meg az MLS-nek mit ízéltek, mi rögtön itt, mint semleges térfél. Szóltunk előre, hogy ez nem fog működni. Hát sajnos nem is működött. Én direkt megnéztem a statisztikákat is, hogy ugye hát milyen csapatok ellen játszottunk. Hát játszottunk ugye a ausztrálok ellen, Kazaksztán ellen, Fehér Oroszország ellen, és ki volt a negyedik? Egyébként Ausztrália is abból a szempontból érdekes, hogy ugye az ausztrálok azzal már gyakorlatilag a VB-re készültek a mérkőzéssel, mégis elég borzalmasan játszottak ellenünk, és még úgy sem sikerült nagyon nekünk jól teljesíteni. Nem, hát az egy botrányos meccs volt egyébként, Skócia a negyedik, és egyetlen olyan mérkőzés nem volt, ahol statisztikában jobbak lettünk volna. Az első meccsen például, és nem az első meccsen, de például a Fehér Oroszok ellen 17 kapura lövése volt a Fehér Oroszoknak, és 10 nekünk. Tehát ez egy, és a labdabirtoklás is sokkal magasabb volt, pedig a Fehér Oroszok azért messze nem egy világverő csapat, sőt még középcsapatnak sem nagyon mondanám őket. Itt ami botrány egyébként, jó, tudom itt, hogyha ezután a meccs után azt láttuk volna, hogy van fejlődés valamilyen irányba, vagy látjuk az irányt. Nem, hogy irányt nem láttunk, hanem minden mérkőzésen, mint hogyha éppen akkor kezdtem volna a szövetségi kapitányi pozícióba a Lékenszt. Tehát, mintha minden meccsen mást akart volna mutatni, vagy mi kísérletezett, hogy hát, hogy ez nem jött be, akkor majd akkor ez bejön. Tehát nem volt neki egy koncepció, egy elképzelés. A másik meg az, és az MLS-t fogom megint egy kicsit szapulni, hogy az MLS-t így nem pakolt le elé, hogy uram, tehát, hogy tessék, ez az, amit mi elvárunk öntől. Az a baj egyébként, hogy néhány kérdést szerintem az MLS-nek meg kéne szabnia, amit egyébként az FA-nél megtettek, vagy amit a németek megtettek. Az első kérdés az, hogy kik vagyunk mi? Mi az, hogy kik vagyunk mi magyarok, ugye? Hogyan akarunk mi játszani? Hogyan néz ki a jövő magyar játékosa? Vannak ilyen elképzelések? Nincsenek. Hogyan tudnánk képezni a magyar edzőket? És mire képezzük őket?
És ha ezt az öt kérdést feltenni egyébként magának az MLS, és megválaszolná tényleg konkrétan is korrekten, és ehhez konzekvensen ragaszkodna, akkor ilyen lékenszeknek esélyük nem lenne a padra ülni. Mert akkor tőlük elvárnák, hogy na, uraim, nekünk itt van ez a mi tervünk, amiben bízunk, hogy a Dárdai terv 2.0 valami ilyesmit is fog takarni, és akkor működőképesebb lesz a dolog. Ennél mindenképpen, mert pont ezt csináltak a németek, ugye annó, és láttuk is, hogy nyertek azért egy-két VB-t, és az angoloknál pedig most kezd el látszódni. Ott azért már vannak jó játékosok, és ott a VB-n mondjuk egy kiemelkedő teljesítmény jutottak az angolok, nincs bennük ennyi, még. De hogyha megnézzük az utánpótlásban, ott az elég komoly eredményeket nyertek. De az utánpótlásban nem az eredménye fontos. De hogyha valaki rendszeresen megnyeri az U19-es, meg az U21-es VB-t, meg az U17-est, akkor azért annak már van valamilyen foganatja. Vagy ott van a döntők környékén, ugye? Ez így van, nem tudom. Te hogy látod egyébként a magyar utánpótlás csapatokat? Mert azért most múlthoz képest vannak eredmények, már a közelmúlthoz képest. Én úgy gondolom, hogy elmúlt 10 évben azért jó, mondjuk a 2009-es világbajnokságon, amikor az U21-esek vagy U20-asok harmadikok lettek, az egy nagy eredmény volt, de most még ha megnézed, közülük is nem sok játékosból lett nagy kiemelkedő teljesítmény játékos. Ez abszolút így van, persze. Gyakorlatilag, akit legtöbbre vitt, az talán Coman, ugye Gulácsi, és hát többiek, egy-ketten eljutottak a válogatotthoz, de... Iraki első osztályt nem mondanak, nem, igen. Nagy karrierre. Nem most, de most már leágazó van a karrierre, de évekkel ezelőtt azért csak játszott az orosz első osztályban, szériában, igen, tehát azért voltak neki is jobb évei. Igazából, itt, megnézzük ezt az egész tornát, a tornán szereplő játékosokat, akkor jelenleg egyik sem játszik semmilyen top csapatban. Tehát, hogy maga annak a bronzéremnek... Hát Gulácsi, de nem, ugye kapus. Nem a magyarok közül, hanem az összes ország közül, így azt látjuk, hogy tehát most ez, na jó, a top ligába játszik a Gulácsi, szerintem nem top csapatba. Tehát ha azt nézzük, hogy a top csapat az nem ez. A top csapat a Barcelona, a Real Madrid, az Atletico Madrid, a Manchester United, a Chelsea, a Manchester City, Bayern München, a Borussia Dortmund, meg a Paris Saint-Germain. Egyik, tehát ebben a csapatokban nem játszanak topját. Nem játszanak abból a generációból senki, de még csak esélyt se kapott. Tehát, hogy Ez ennyit ért. Az a bronzérem, az tök jó eredmény, és akkor imádtam, és én is tomboltam, ordítottam ott a tévé előtt, ne hagyaszigjétek. Tehát azokra a 20 évesekre, azokra kár támaszkodni. Tök jó, hogy van egy Gulácsink, de ennyi. Igen, meg hát azért abba is gondoljunk bele, hogyha van mondjuk egy 17 éves angol játékos, aki kiemelkedő, akkor az valószínűleg nem az U17-es válogatottban, meg az U20-as válogatottban fog játszani, mert szerintem a klubja el se engedi, hogyha már ott alapember van. Igazából az angolok elég hülyén csinálják, mert most például nem tudom, hogy vágjátok-e a Sanchót például, tehát hogy ő Németországba fazizik, és elég jól. Tehát hogy én azt gondolom, hogy az angolok ugye a vásárló képes fizetésükkel és transferükkel, ugye pont az utánpótlásba tehetséges, jó angol játékosok előveszik el a pozíciót, ezt felismert az FA, ezért mondtam az előző öt kérdést, és ők szépen a saját tehetségeiket, vagyis azok a tehetségek, akik előre gondolkodnak, ugye mire van szüksége egy 18 éves játékosnak? Játékra. Most ezt lejátszhatsz a Reserves ligába, vagy az, hogy nem tudom, minek a magyar neve, ez a B-ligába, a tartalék ligába játszhatsz, de az nem olyan, mint egy profi első osztályú mérkőzés. Tehát ugye ezt érdemes lenne felismernék itthon, és hogyha már kérdezted ezt a magyar utánpótlást, és gondolom itt a Szoboszlaira gondolsz, és a társaira, meg erre az U17-es EB sikerre. Nem az a fontos, hogy milyen eredményt értek el, hanem hogy ezek közül a játékosok közül legyen egy, maximum kettő, aki válogatott szintű játékos lesz. Két-három évente sikerül egy vagy két ilyen játékost hozni, aki tényleg nemzetközi szinten mondjuk megállja a helyét, mondjuk minimum hozza a Nagy Ádám szintet, akkor azt mondom, hogy akkor ebből lesz vagy lehet egy jó vagy egy jobb válogatott. Csak az a baj, hogy a képzésünk is úgy működik, hogy nem tudjuk, milyen legyen a magyar játékos, ugye. Jelenleg a magyar válogatott borzasztó nagy poszthiányokkal küzdik. Nincsen se bal hátvédünk, se jobb hátvédünk. Tehát a legjobb bal hátvédünk a Korhut Misi. Nemzetközi szinten most tényleg nem, ne haragudj, Misi, hogyha ezt hallod, de ez nem elég, sajnos. A legjobb jobb hátvédünk, ki a legjobb? Bese? Ő a legjobb jobb hátvédünk? Vagy a Lovrencsics? Egyik se igazán. És ezért jó szerintem Rossi, nem tudom, rátérhetek erre a témára. Nyugodtan, persze. Tehát, hogy ugye Rossi Kispesten és a Dacnál is olyan 3-5-2-es rendszert használt, ami egyébként úgy 3-5-2, hogy az lehet, hogy 5-3-2, de lehet 3-5-2 is, ugye szélen, és itt már a Korhut Misi lehet, hogy jó megoldás, de hosszú távon nem. Tehát itt ugye
az a jó, hogy három közép hátvédünk, aki normális, az talán van. De szélsővédőink nincsenek. Egyébként jól látom, hogy az is a baj az utánpótlás, hogy nem posztokra képeznek játékost? Hát is. Az is a baj, igen. Abszolút. Ezt lehet mondani, ez is, de nem csak ez. Uh-huh. Nem csak ez. Tehát tök jó lenne, tehát már hallok egyébként, hogy van egy-két klubnál a poszttechnikai képzés, meg ilyenekről azért beszélünk, de elsősorban most én továbbra is azt sajnálom, hogy nem stílusba gondolkodnak ezek a klubok. Tehát, hogy ugye sokan mondják azt, hogy hát miért kell ugyanúgy játszani az első csapatnak, meg az utánpótlás csapatnak, hogy ez miért fontos? Hát akkor elmondom, azért fontos, és az ugyanúgy játszanak, az nem azt jelenti, hogy mindenki 4-2-3-1-be játszik, a 11 évesektől a felnőttekig, hanem mindenki ugyanabban a stílusban. Mire gondolok? Vegyük például a Barcelonát. Azt szerintem mindenki tudja, hogy nagyjából hogyan játszik. Most ez a Barcelona ugyanúgy játszik Valverde alatt, ugyanabban a stílusban, ugyanabban a stílusban Luis Enrique alatt, ugyanabban a stílusban játszik Guardiola alatt, de még Klivert, vagy de hogy Klivert, Rijkaard alatt is. Bocsánat, Klivert a csatár volt. Szóval, szóval ugyanabban a stílusban játszik, mert a Barcelonának van egy elképzelése, és ugyanebben a stílusban játszik az utánpótlás csapataiknak, az tömkelegés. Ez miért fontos? Azért fontos, mert hogyha nekem megsérül a bal hátvédem az első csapatban, akkor az utánpótlásból fel tudok hozni bárkit, aki valószínűleg nem olyan ügyes, de lehet, hogy soha nem lesz belőle válogatott szintű játékos, de pontosan tudja, hogy tehát pontosan tudja, hogy mit kell játszani azon a poszton, és nem azért, mert tudja a taktikát, hanem azért, mert én mondjuk sok elmozgásos, rövid passzos észjátékot játszok. Akkor az én balhátvédem tök mindegy, hogy hány éves, és tök mindegy, hogy most mennyire jó játékos, a legnagyobb erőssége az lesz, hogy jól lát a pályán, jól szkennel, jól passzol, esetenként mondjuk gyors, mert nekem erre van szükségem. Ezeket a játékosokat keresem, és visszamenőleg az összes minden korosztályban ezeket keresem. Hogyha én mondjuk kick and run-t játszok, akkor az én középhátvédem mindegyik robosztus, jól fejel és erős. És egyébként a szélsőim meg a csatáraim minden helyzetben jól lőnek, minden helyzetben jól fejelnek és tökéletesen adnak be. Egész mást várunk el, tehát ha megvan határozott a stílus, ami az alapvető koncepciót szabja meg, akkor ezáltal az összes utánpótlás csapatomat erre tudom építeni, tehát nem az van, hogy van egy tehetséges játékosom, basszus, de nem tudom betenni, mert annyira idegen az én csapatomtól, hogy nem megyek vele semmire. Hát hogyha már pont a Barcelonát említetted, ugye most két példa ugrott be nekem tőlük. 2010-es években Bojan Krkić, aki azért ott az elén szintén elég jó, vagy hát elég jó teljesítmény nyújtott az első egy évében, aztán azóta ő is már mást karriert futott be, valamint talán két évvel ezelőtt bukkant fel Munir El Hadidi, ha jól mondom, aki ugye az első meccseim gólokkal, gólpasszokkal mutatkozott be, aztán azóta ő is inkább egy kölcsönadásra került, valamint háttérbe szorult, de láthatjuk, hogy ő is ugye gyakorlatilag azt hiszem 17-18 éves volt azokon a meccseken, meg az elén, bekerült a nagy csapatba, jól teljesített, az már más kérdés, hogy azóta nem sikerült ezt folytatnia. Igazából én a Krikicsnél is láttam, és a Munirnál is láttam egyébként azt, hogy ezekből nem lesz semmi ezekből a játékosokból. Tehát hiába szerzel gólt, ha egyszerűen a csapatjátékból nem úgy veszed ki a részed. Tehát most mondhatod azt, hogy Munir szerzett néhány gólt egyébként. Valóban, és azért ő játszott, mert nem volt más helyette gyakorlatilag. És én értem azt, a Barcelona próbálják egyébként felépíteni a játékosokat, de pont az elmúlt néhány évben ez talán Sergi Roberto volt az utolsó olyan felépített játékos, akiből Barcelona szintű játékos tudtak létrehozni. Az igazság, hogy a Munir tökéletesen megállna a helyét a Málagába, az Espanyolba, esetleg a Celtába, de nem a Barcelonába. Mit gondolsz arról, hogy mi lenne a magyar válogatottnak a stílus, aminek kellene lennie, mert ugye Ezt nem nekem kell megmondani. Dádai megmondta egyébként, bocsánat, hogy közvágok, amikor ő volt ugye a válogatott szövetség kapitánya, és amit ő próbált is akkor kialakítani, hogy egy biztos védelemből támadjunk ki. Igen, de ha gyökerekre nézünk vissza, akkor nem ez volt jellemző annak a magyar futballra. Figyelj, én tudom, hogy ne haragudj, hogy a kérdésedre kérdéssel válaszolok. De hogyha azt mondod, hogy magyar ember, akkor mi jut elsőnek eszedbe az, hogy egy robosztus, kemény, harcos? Hát vagy inkább ravasz. Vagy inkább az, hogy ravasz, a kiskaput keresi, és hátrafelé nyilazik. Igen, erre akarok kitérni, hogy a magyarokra régen a sportban, meg hát bizonyos sportágokban még most is a csibészség a jellemző. És hogy régen például ez a kombinatív, technikai futball uralkodott a válogatottnál, de ez így szépen lassan kihalt. Hogyha lemész a grundra,
és megnézed mondjuk a 15 éves srácokat focizni, akik mondjuk soha nem fociztak sehol. Mikor van a legnagyobb öröm? Amikor valaki végviszi a szélen, beadja, és a másik befejeli, vagy az, amikor kötényt ad? Hát nyilván a kötény. Van. Ez nem minden országban van ám így. Tehát, hogy ezen érdemes lenne elgondolkodni, megnézni a kisrácokat, hogy ők hogyan. És azért, mert ez belülük jön, a szívükből jön, vagy tudod, mit, ha már a FIFA-ról beszéltünk az óra elején. Van az Ultimate Team nevű funkciója ennek a játéknak, és ott például te állítod össze azt, hogy milyen felállásban játszol, te keresed meg a játékosokat ugye a különböző posztokra. És ugye itt nagyon sok lehetőséged van, tehát hogy ugye oké, hogy az overall skill magas legyen ugye az adott játékosnak, de azon belül mi a fontos neked? Hogy erős legyen? Hogy jól fejeljen? Hogy jól passzoljon? Hogy jól cselezzen? Ez mindenkinél más is. Egyébként, hogyha online játszol ezzel a játékkal, baromira kijön az, hogy ha mondjuk egy brazillal játszol, ő olyan játékosokat választ, akik baromi jól cseleznek. Nem fontos, hogy gyorsan fusson meg, hogy erősek legyenek. Ha mondjuk egy német ellen játszol, akkor nem csak arra kell figyelned, hogy 85. percben még úgy fog támadni, mint a élet, és tudod, hogy baromi gyors szélsőket fog alkalmazni, és akik bírják a futást, és jól fognak passzolni, és erősek lesznek. Most, hogyha magyarok ellen játszol, akkor még mindig azt fogod tapasztalni, hogy mindig kreatív, nem biztos, hogy ez a legjobb szó, de mondjuk, hogy játék ügyes középpályásokkal fogunk felállni. És én mindig így választok egyébként csapatot, és ennek a játékmódnak van egy olyan nehezítése például, most nem tudom milyen ennek a módnak a neve, amikor kapsz négyféle felállási rendszer, és azok közül kell választani, és úgy kell hozzápárosítani a játékosokat, és ott vettem észre igazából legjobban, hogy tök mindegy, hogy milyen felállást adott nekem egyébként a rendszer. Én mindig ugyanabban a stílusban játszottam, mert ez jött belőlem. Játékügyes futballistáink vannak szerinted a válogatottban? Nincsenek. Ugye egyet tudok mondani, aki játékügyes, a Nagy Ádám szerintem. Nekem még Ugra is beugrott, szerintem ő is eléggé. Szerintem más gondok vannak Ugra. Fejben Ugrai szerintem bátran cselez, és bátor játékos, de nem gondolom játékügyesnek. Egyébként pont már meg is mondtad, hogy szerintem mi a legnagyobb gond a magyar focival. Utánpótlásban én ezért szoktam nézni mérkőzéseket, meg vannak is ilyen kapcsolataim. Valamint hát ez az eredményeket is, ha megnézzük, U16, U17 témája a klubcsapataink is tornákon jól szoktak szerepelni. Tök mindegy az eredmény. Ez a technika megmaradhatna későbbiekben is, de mégis van egy olyan törés 18-20 év környékén, mint már technikailag se tudnak tovább képeződni ezek a játékosok, valamint mentálisan van nagyon nagy gond a magyar focisták nagy részével, hiszen amíg a külföldi, például a németet említetted, hogy még a 85. percben is hajt meg minden, magyaroknál is van olyan, hogy a 85. percben hajtunk, csak előtte 80 percig meg azt hiszük, hogy elég, amit csinálunk, ami meg a semmi, és az utolsó 10 percben focizunk. Szóval szerintem valahogy a magyar labdarúgáson vagy focisták nagy részénél a mentális képzésre nem fektetnek elég nagy hangsúlyt, és a hozzáállással nem foglalkoznak eléggé. Én az Urbányi Pistivel csináltam interjút még a gólterápiában, és ezt nagyon jól megfogalmazta. Ő úgy fogalmazott, hogy a magyar játékosnak a processzora az elképesztően zseniális. Hogy ez egyébként tényleg jó, nemzetközi szinten is jónak mondható. Csak valahogy a mentális rész ez problémás. Még mondjuk az Egyesült Államokban, ott dolgozik egyébként az utánpótlásba, ő azt mondja, hogy a processzor sokszor nem olyan jó, meg nem olyan jó a hardware. De hogy fejben minden rendben van, az igazság, hogy kevesebb tehetséggel többet el lehet érni, hogyha maximalista vagy, és mindent oda teszel, és minden edzésen oda teszel. Ha mondjuk elmentek egy edzésre, egy NBA-es edzés végignéztek, vonalfutás van. Lesz olyan játékos, aki nem fogja megérinteni a vonalat? Biztos, hogy lesz. Amerikában el tudsz egyet képzelni? Tehát Marco Rossiról mi a véleményed, hogy ugye ő már egy sokkal képzettebb és jobb edzőnek tűnik, mint Lékenz volt, alkalmasabbnak a válogatott élére, és az is nagyon nagy különbség, hogy szerintem Lékenzt az MLS akarta, Rossi pedig maga szeretett volna a magyar válogatott élére kerülni, mert neki úgymond egy álom teljesült ezzel. És azért lehet látni, hogy ő nem csak akar, hanem szerintem tud is tenni a magyar futballért. Először is Lékenzhez képest jólak lenni, az nem egy nagy szám. Másodszor azt gondolom, hogy Dárdai óta nem volt a jó szövetségi kapitány a magyar válogatottnak, mint amilyen most a Rossi. Rossinál azt látom, hogy ő pontosan tudja, hogy mit akar játszatni a csapattal, és egyébként épül is a csapat. Tehát a 3-3-as észmérkőzés óta, vagy az egy mérkőzés volt, ami talán egy kis megtorpanás volt, de azóta azzal együtt egyébként látszódik hosszú távon az építkezés, és most hiányzik az első néhány négy felkészülési mérkőzés a Nemzetek Ligájához. Ezt reménykedünk abban, hogy talán a finnek a J csoportból kijutnak, és akkor van egy pótselejtezők, mert hogy én abban nem hiszek, hogy a horvátokat, a velszieket és a szlovákokat egyszerre bármelyiket meg tudjuk előzni, ugye kettőt ezek közül,
Ebben nem hiszek. Még Azerbajdzsán is kemény lesz. Na mindegy. Szóval én azt gondolom Rosszival kapcsolatban, hogy jó megoldás, jelenleg a legjobb megoldás. Jelenleg nem látok olyan edzőt, aki azt tudná mondani, hogy na basszus, ő egy sokkal jobb megoldás lenne, mint a Rossi. De az, hogy Rossi a legjobb megoldás, az annak köszönhető, hogy az az öt kérdést, amit elmondtam, nem tettük fel magunknak. És kezd kialakulni a válogatott gerince is, én azt gondolom. Még Lékensz ugye próbálgatott folyamatosan, azt hiszem 3 vagy 4 játékos volt, aki minden mérkőzésen pályára lépett nála. Hát Rossi megkezdi beépíteni a fiatalokat, tehát nem az van, hogy kivesz valakit a zsákba, macskába, és akkor berakja, hanem fokozatosan építi be, és én úgy látom, hogy működnek, gondolok itt például Sallai Rolandra. Sallai Roland egy nagyon érdekes példa, hogyha a magyar válogatottat nézzük, mert ő Zsuzsáknak a posztján játszik. És Zsuzsák egy olyan játékos, aki korábban kihagyhatatlan volt a válogatottból, nem hiába tör egyébként a rekordválogatottságra. Ugyanakkor ugye most, hogy a Freiburghoz igazolt, és 21 éves, hogyha jól emlékszem, hogy 22, most van abban a korban, hogy most bejátszhatja magát a következő 10 évre a magyar válogatottba. Miért jó nekünk a Sallai? Azért, mert balszélső. Ugyanakkor Olaszországban játszott csatár mögötti támogatójátékot, amit egyébként a 3-5-2-es Rossi-féle rendszerbe tökéletesen meg fog tudni oldani, amit egyébként láthattunk, hogy Zsuzsák nem tudott megoldani, pedig baromi jó viszonyban van egyébként a Szalaival, már a pályán kívül, és ez egyébként rendkívül fontos, viszont nem tudja megoldani azt a Zsuzsák, amit egyébként a Rossi elvár. Ezt sajnos látjuk, ez a helyzet egyébként is. Én azt gondolom, hogy abban a ligában, ahol ő focizik, nem tud felkészülni az igazán komoly nemzetközi mérkőzésekre, és ez sajnálom, hogy abban játszik, de nem akarok belerúgni a Balázsba, de ő egy elszalasztott lehetőség. Én a Sallaiba tényleg azt látom, hogy ő lehet a megoldás ezen a poszton, csak hát van még másik 10, amiből most számolok, hogy hány van megoldva. Szerintem kapus poszton ott rendben vagyunk, közép-hátvéd poszton szerintem 2 helyen rendben vagyunk, szélső hátvédeink nincsenek. Abszolút. Hogyha mondjuk 3 középső védünk van, mondjuk, hogy ott van egy fél megoldás, a Barát egész jól játszott, de nem vagyok benne biztos, hogy hosszú távú megoldást jelenthet. A Nagy Ádám tökéletes mélységi irányító, és én azt gondolom, hogy ha mondjuk értesz a focihoz, akkor Nagy Ádámon tudod lemérni azt, hogy mennyire ért az a veled beszélgető futballról a partner, mert aki azt mondja, a alibi játékos az nem ért a focihoz. A középpályán Kalmárban látok lehetőséget, a Kokó szerintem esetleg kiegészítő ember vagy csereemberként működik. A Szalait is nagyon sokan szidják, és helyette a Bödét kérik egyébként a válogatottba, amit én baromira nem értek. Tehát a Böde baromi jó a 16-oson belül egyébként, de ennyi. És a magyar válogatottnak a játékstílusa jelenleg nem olyan, hogy a 16-oson belül beívelgetjük a labdákat, és akkor oda bezúzzuk meg, hogy annyira szétnyomjuk egyébként az ellenfelet. Sajnos nem vagyunk azon a szinten. Úgyhogy a Böde, abszolút nem értem, hogy a mit keres a válogatottban, nem illik bele a csapatnak a stílusába. Szalai meg egy olyan játékos, akitől nem azt kell elvárni, hogy majd 4 védőt kicselez, és akkor bevágja a végén, hanem ő az, aki megkezdi a védekezést. Ő az első védőnk gyakorlatilag. Tehát, hogy most egész magasan vannak a letámadásaink, ezt is Szalai indítja meg. És tőle ezt kell megvárni. Visszafejelt labdát, és a többi, és a többi. Szélsőként ki lesz a másik oldalon, a jobb oldalon, ugye volt a Varga Roli, voltak jó megmozdulásai, de összességében szerintem ez kevés, egy válogatott biztos kezdő pozícióhoz. Nem tudom, a Sallói Danira kíváncsi leszek egyébként, hogyha ő szerepet kap, akkor mit tud mutatni, és hát valaki kell a Nagy Ádám elé, aki nagyon remélem, hogy a Szoboszlai Dominik lesz. Például Szántó Tamásról nem esett szó, de... Hát ő már egy éve sérült. Igen, a sérülése miatt, de hogyha ő visszatér, vagy hát tudja folytatni azt, amit már... Ugye ő se idős, talán 22-23 éves, és azért nem rosszan játszik a Rapid Wienben. Talán azért benne is lehet majd valami az elkövetkezendő években, hiszen ő sem tűnik rossz választásnak. Persze majd lehetőséget kell kapni előbb. Igen. Meg kell nézni a válogatottban, én amondó vagyok tényleg, a felkészülési meccseken meg kell nézni a válogatottban őt is, de én nyitott vagyok egyébként bármelyik játékosra, tehát én nem azt mondom, hogy amit most itt elmondtam, az kész, és bum. Jöjjön, sőt, azt kívánom, hogy jöjjön valaki, aki jobb, mint a Nagy Ádám, jöjjön valaki, aki jobb, mint a Sallai a bal szélen. Tehát én azt kívánom, hogy jöjjön valaki, és akkor az lenne a legjobb, hogyha túlskálnak a jó játékosokba, sajnos nem. Még Vida Krisztófert megemlíteném, aki parádézik szerintem a Dunaszerdahelybe, 17 meccsen 8 gól, 4 gólpassza teljesítménye, és direkt utána néztem, hogy tudom, hogy alapból szélsőt vagy támadót szokott játszani, de utána néztem, hogy milyen posztokon játszott eddig, és kapaszkodjatok meg, 9 poszton játszott eddig a Transfermarkt szerint. Hátvédet, középpályást, szélsőt, szélső középpályást. Én az ilyennel általában mindig picit szkeptikus vagyok, hogyha egy játékosnak nincsen egy kimondott erős posztja. Tehát az a játékos, akit 11 posztból 9-re be tudsz rakni,
az mindenben egy picit jó valószínű, de nem jó valamiben nagyon. És szerintem a mai modern labdarúgásban az ilyennek már nem, az ilyen játékosnak nem biztos, hogy van helye egy csapatban, ahol kimondottan kell egy jó játékos. Ő egy megfelelő kiegészítő ember, hogyha valaki kidől, akkor tudja pótolni, de nem azt a szintet, amit mint az, akit pótol, hanem ott el tud játszogatni, de nem hiszem, hogy rá lehetne építeni, hiszen ez alapján nem látom őt, tehát nem is ismerem, hogy nagyon, hogy ő hogyan játszik, de amit elmondtál, ez alapján nem biztos, nem tudnám megmondani neki, melyik a kimondott jó, ideális pozíciója. Egyetértek. A másik pedig az, hogy Rossi ismeri, hogy az ő játékosa volt. Ha olyan jó lenne, behívta volna. A Honvédból hívott be játékosokat, valamiért nem hívja be őt. Én bízok abban, hogy Rossi vagy lát jobb nála jobbat, vagy valami képesség hiánya van egyébként Christophernek. Hány éven belül lehet esetleg ismét egy olyan válogatott, nem is azt mondom, hogy eredményben, hogy mondjuk kijutunk egy EB-re, csoportgyőztesek leszünk, hanem hogy hány éven belül lehet egy olyan játék a válogatottnak, és lehetnek azok a játékosok, akikről például beszéltünk már meghatározó szinten, amire azt mondjuk, hogy na, most ez a csapat jó, és ez összeállt, és ők jók lehetnek egy-két éven belül. Itt igazából szerintem nem kell év, hogyha úgy tekintünk a magyar válogatottra, hogy nem azt nézzük, hogy most akkor megvertük-e a horvátokat, vagy nem, mert valószínűleg nem, hanem azt nézzük, hogy a horvátokhoz képest a maximumot nyújtottuk-e, és mondjuk kikapunk 2-1-re. Nem csak, hogy az eredményt nézzük, hogy 2-1-re kikaptunk, hanem a játék is jó volt, és ha bekapcsoljuk a televíziót, vagy kimegyünk a mérkőzésre, akkor pontosan tudjuk, hogy mire számítsunk a magyar válogatottól, vagy valami adhok jelleggel játszunk-e valamit. Hogyha az utóbbi teljesül, tehát hogy tudjuk, hogy mi az, amit várunk a válogatottól. Egyébként ahhoz képest kihozza magából a maximumot, és nincsenek csúfos vereségek, de a csapat egyébként teljesít, és látható fejlődés van, akkor nem az eredmény alapján kell ítélni, hanem az alapján, hogy milyen munkát végeznek el a játékosok, és persze Marco Rossi a szövetségi kapitányi pozícióba, és én azt gondolom, hogy ez nem kell év, szerintem már a tavasszal ezt fogjuk látni. Köszönjük szépen! Sport 55-öt hallottátok a Kultix Rádión, Bíró Dávid volt a vendégünk a Semleges térféltől, keressétek őt is, vagy hát őket is, és minket is Facebookon, valamint YouTube-on. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, srácok, és sok sikert a Sport 55-nek. Én underground kezdeményezést tudok támogatni, és ez egy nagyon szimpatikus kezdeményezés, úgyhogy hajrá előre! Köszönjük szépen! Köszönjük! További jó rádiózást kívánunk, sziasztok, majd találkozunk legközelebb! Sziasztok! Sziasztok.